Nagyon színes az MVM Energia Concert, de azt hiszem idén kiemelkedik az a fajta sokszínűség és az a műfajok közötti átjáratosság, ami azt eredményezi, hogy tényleg a színpadon történjenek meg a legfontosabb zenei gondolatoknak az áramlása. Tavalyi MVM Energia online került levetítésre, aminek óriási sikere volt és nagy nézettségen, de hát azért közönség előtt játszani több mint 1000 ember előtt egy ilyen koncert, azt hiszem az felülmúlhatatlan. És nagyon hálás vagyok az MVM-nek, meg a művészbarátaimnak, meg a közönségnek, hogy ezt visszakaptuk. A darabok áthangszerelése óriási kihívás volt azért, mert eredetileg mondjuk egy Carmina Burana, ami egy óriási hangszerelés, szimfonikus zenekar, énekszólisták, kórus, ezt egy zongorán, egy cimbalmon, négy részfős hangszeren adtuk elő, rendkívül élveztem az elejétől a végig. Persze közben nagyon-nagyon sokat izgultam, de minden izzadságcseppet megért. Itt minden pillanatban született valami. Hát egyszerűen a próbák alatt mindenki mást játszott, tehát az improvizatív részeknél egymásnak adogatjuk a labdát, és a pillanat szüli meg a hangokat. Ez volt a csodálatos, tehát hogy ez a zenésznek az egyik, szerintem a legfontosabb, vagy a legjobb érzés, hogy a pillanat varázsa alá kerülünk. MVM a jegyeladásból befolyt teljes összeget az idei évben is jótékony célra ajánlja fel. A nyertes szervezet pedig a SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület. Ugye Liszt, amikor abba hagyta a zongorázást, azt hiszem 30 pár évesen, onnantól kezdve ő már csak úgy zongorázott, hogyha ugyan fizettek érte, de ő azt felajánlhatta valamilyen nemes célra. Úgyhogy ha nagyon, nagyon pártosos szeretnék lenni, akkor azt mutatom, hogy a Liszti hagyatékot vittük mi tovább. Azt gondolom, hogy egy ilyen volumenű koncert, ahol ilyen előadó művészek vannak, ez, hogyha ha jótékonysággal párosul, az szerintem már messze túlmutat azon, hogy az ember eljátszik egy koncertet. Nagyon kedves volt a közönség, és tényleg nagyon várták, hogy legyen egy nem online produkció, egy nagyszabású produkció, amiben ott lehetnek szemtől szembe a művészekkel.